Ismét egy ablakkiállítást láthatnak a járók elők itt Kisteleken, a könyvtár ablakában. Most két kiállító képeit lehet megtekinteni, Ági és Ilona. Meséljetek nekem arról, hogy miért együtt állítjátok ki a képeket. Hát együtt járunk a festőkörre is, évek óta nagyon jó barátnők is vagyunk, úgyhogy ezért, egyszerűen ezért. A képeitek miket ábrázolnak? Tehát milyen témákat festetek le? Egyrészt azokon a képeken, amik itt vannak kiállítva, illetve amiket esetleg nem tudtatok ide elhozni az ablakba a méretek miatt. Hát általában az élővilág, a környezet, kis állatok, virág, táj. Hát meg attól függ, hogy éppen milyen indítatás. Hát lehet egy kis lelki plusz, ami rákerül a vászonra vagy a papírra. Hát én azt mondom, hogy mint realista festő, a természet fog meg elsősorban, azon fölül a kertembe termelt virágokat is szoktam festeni, és természetesen madarakat, de hát ők nem várják meg, még én őket lefestem, hanem azokat fényképről vagy újságból szoktam. Tehát elsősorban a tájkép, amerre mögyök, mindig azt nézem, hú de jó, ezeket összerakni, és már kész is egy kép a fejembe. Mióta festetek? Hát elég régóta, 20-30, nagyon rég. Én már a gimnáziumban is sokat festettem. Utána ugye nyilván a család alapítás, gyerekek azért elvonta a dologtól az érdeklődést, de utána ugye visszakerült valami életszakasz, ami előhozta ezt a kicsit relaxációs folyamatot, ami a festés ad, amit a festés ad. Hát én 2011-ben határoztam el úgy, hogy most már valahogy lépnem kellene, és akkor mentem el a Szombathelyi Árpádhoz a művészeti iskolába, hogy nézze meg régebbi dolgaimat, elvittem, hogy érdemes. Ő azt mondta, hogy ó, hát aki biciklizni megtanulta, az a festészetőt vagy a rajzolást felejti el, biciklizni is fog tudni későbben. Tehát 11 óta rajzolok és festegetek. Persze korábban is, még lánykoromban, még diákkoromban is készültek képek, de hát azokat csak úgy önállóan a magam elgondolásai szerint. Itt sok képet láthatunk, ezeket meg lehet tekinteni, de ha valakinek valamelyik megtetszik, akkor azt esetleg elviheti-e, megveheti-e tőletek? Persze, úgy oldottuk meg, hogy telefonszámok ki vannak téve. Ha valaki érdeklődik, akkor nyilván a telefonszámon meg tudjuk mondani, hogy melyik mennyibe kerül, sőt, kérésre tudunk esetleg festeni másik képről, vagy elgondolásról meg tudjuk próbálni, és általában szokott sikerülni. Hát nálam is úgy szintén kint van a telefonszámom az ablakba, és hát korábban több képet tudtunk eladni, valahogyan most nem úgy jön a vevő rá, bizonyára drágábbak a dolgok, más helyeznek előtérben, nem pedig képeket vásárolni. Tehát nálam is voltak korábban képeim eladva, most már mondhatnám azt, hogy nem nagyon. Sok szép képet láthatunk itt. Az a kérdés, hogy nektek van-e kedvenc képetek, amit nagyon szerettek, amit esetleg nem is adnátok oda, akár itt az ablakba, akár otthon a lakásba. Igen, gyakorlatilag vannak kedvenc képek. Hát általában azok, amikkel valamikor valami eredményt értünk el, hát azt attól nem szívesen válunk meg. Nálam is van ilyen. Én a régi dolgokat, úgymond a természeti régi fákat, félig kihalóban lévő fűzfákat valahogyan megalkotom, és ilyenből van régi tanya például. Ilyenből van három, amitől nem szívesen válnék meg, és akkor amikor életemben először voltam Erdélybe, és akkor ugye ott fotók készültek, és azt a sorozatot, azt hiszem 4 vagy 5 sorozat van, 4-5 tagból álló sorozat, attól se válnék meg, pedig ezt már nagyon régen festettem, de mégis kedves a számomra. Milyen technikával szerettek festeni, illetve milyennel szoktatok? Tehát lehet, hogy több technikát is használtok, és abból melyik a kedvencetek?
Én nagyon szeretem a vízfestéket, az akvarell technikát. Hát hangulatfüggő, éppen hogy melyikhöz nyúlok, de olajjal is szívesen festek. Hasonló a textúrája, mint az akvarellnek. Tehát inkább ilyen lágyabb, kicsit olyan elmosódó, inkább ilyen expresszív dolgokat szoktam előállítani. Én főképpen olajjal festek, korábban festettem akrillal. Gondoltam, Árpád is javasolta, hogy tanulj már meg végre akvarellt is festeni, de itt áll mellettem a tanítom, majd egyszer időt szakítunk rá, hogy tanítson engemet akvarellt festeni, de nekem valahogy a szívem csücske az olaj. Azzal szeretek, valahogyan azzal fogtam hozzá, azzal kezdtem, és ez is maradt bennem, hogy olajjal szeretek. Valahogy az emberek jobban szeretik az olajképeket, nem tudni miért. Igazából annyira közel áll a szívemhez az akvarell, úgyhogy én azért nagyon szeretem ezt a technikát is. És említetted, hogy a díjazott képeket nem szívesen adnátok el, hogy milyen díjat sikerült már nyernetek? Hát Csongrád Bokroson voltam egy pár szó képeimmel. Hát próbál az ember oda olyan ütősebb képet vinni, ami szemet szúr. Van egy kép, ami ott lett minősítve, akkor Szegeden is volt ilyen lehetőség a megyeházánál, hogy kitettünk képeket, sőt, ezeket díjazták is, de manapság ilyen már nagyon ritkaság. És ezeket a képeket nem szívesen adom oda. Nálam nincsen olyan, tehát nincs díjazott képem egyáltalán, de ami a szívemhöz közel nőtt, mint amit az előbb is említettem, szeretem, és az boldoggá tesz, és nem válnék meg tőle. Tehát még díjazottam nincs. Kunyizom. Előbb-utóbb ideadja majd, csak mondtam, engedélyezem, hogy lefesse.